11. alkalommal, mondhatom már nem kis rutinnal, hivatalosan is megnyílt a Telena Fesztivál, és azt hiszem, hogy ez a nedű, ez a sörcsapolás elengedhetetlen momentum. Igen, hát én azt hiszem, hogy a Telena Fesztivál megnyitások történetében a sörcsapolás az első naptól kezdve, vagy az első alkalomtól kezdve bevonult a szokások közé, és hát azóta a vállalkozó és a szervezők jóvoltából erre mindig sor kerül. Mit jelent ez a gesztus a lakosság, a résztvevők felé egy jó pohár ital, és azt hiszem ebben az időben elkél? Én azt hiszem, hogy egy meghívás a későbbi pohársörökre, amire lehet, hogy fizetni is kell, de ez ugyanilyen jó és valószínű ugyanilyen hideg. Az idén a szervezők, önök, polgármester úr, mire készültek, mit terveztek? Mondhatnám úgy is, hogy mi az idei évben a nagy durranás? Hát én gondolom, hogy a hagyományokat természetesen megőrizzük, és változatlanul a korábbi évek kulturális fesztivál jellegét meg fogjuk tartani. Ami egy kicsit új, hogy az idei évben néhány sportrendezvényre is sor kerül. Itt a mellettünk levő strandröplabdapályán foci, illetve röplabda mérkőzésekre kerül sor. És ebben az évben először, szinte egy kicsit formabontó módon a Telena Fesztivál idején tartjuk az elszármazottak találkozóját. Tehát vasárnap nem csak Telena Fesztivál, hanem egykoron Tolnán élt, született, itt iskolába járt idősebb és fiatalabb nemzedékkel való találkozás napja is. Mi a titka a Telenának? Én azt hiszem, hogy a titka az valahol ott fogható meg, hogy olyan fajta kulturális műsorokat, rendezvényeket illik idehozni a fesztiválra, amire van tulajdonképpen érdeklődés. Tehát én úgy hiszem, hogy a hazai könnyűzenei műfaj, az operett kedvelőknek ugye lesz német nyelvű operett előadás, és hát a föllépő együttesek ezek azok közé tartoznak, akinek a műsorain teltházakat szoktak látni. A Telena Fesztivál életében elengedhetetlen a német nemzetiségi nap, így van ez tehát idén is. Mit lehet mondani, milyen különlegességgel, milyen más dologgal készültek? Ez az év az első, amikor a Német Kisebbségi Önkormányzat szervezte a hagyományos német nemzetiségi nap műsorát, ami a következőkből áll. Először a Mözsi Zöldkert óvoda német nemzetiségi tánccsoportja, ezt követi a Mözsi Első István Általános Iskola, szintén német nemzetiségi tánccsoportja, őket követi a Lengyeli Német Klub kórusa, ezt követően a Hosszú Hetényi Német Klub tánccsoportja, a Paksi Roger Schilling fúvós zenekar, a Szekszárdi Sonnenschein tánccsoport, a Tolnai Német Klub kórusa és a műsort zárja a Mözsi Német Klub nemzetiségi tánccsoportja. Miért azok lépnek a színpadra, akik? Azért lépnek, mivel ővelük partnerkapcsolatunk van évek óta. Van még ezen kívül a harmadik kerületi budapesti óbudaiakkal is, de ők egy úgynevezett Dunai hajó kirándulás miatt nem tudnak a mai műsorunkon részt venni. A németség itt Tolnán azt hiszem, hogy meghatározható, és ön egyébként egy klubelnök is a kisebbségi önkormányzati elnökség mellett. Ennek a klubnak mi a szerepe, illetve itt a németségnek Tolnán mi a jelentősége? A klubnak a szerepe hagyományőrzés, a még felelhető hagyományok gyűjtése, ápolása. 2000-ben a jubileum alkalmával rendeztünk egy állandó kiállítást, ami mai nap is megtekinthető a zeneiskola termeiben. Ezen kívül ezt a kiállítást bővítjük lehetőség szerint, és ezzel próbálunk a rég múltnak ma is föllelhető és látható lehetőséget biztosítani, hogy az emberek megtekintsék, hogy éltek, hogy laktak korábban a svábok. A hosszú hetényiek is vendégeskednek a Tolnai Telenán. Miért vannak itt, miért jöttek? Hát nekünk egy ilyen baráti kapcsolatunk van a tolnai kisebbségi, német kisebbséggel, és mi összejár most már évek óta, körül egy ilyen 4-5 éve, svábbálokkor, ilyen majálisokon. Jól érzik magukat? Hát remélem, hogy megint jó fogunk érzni magunkat, mert bármikor gyűvünk, mindig szívesen látnak, és nagyon jó a barát kapcsolatunk, és hát ez csak egy jó dolog, hogy hát egymással tudunk
kontaktusba lépni, hogy hát ez a klub, meg a másik klub, hogy összejárjunk, akkor ezt tudunk, mi történik itt, ők tudják, mi a, hogy működünk mi, és hát ilyen tapasztalatcsere inkább. Barátságok, tapasztalatcsere, hallottuk, hogy itt megyén belül és kívül a németségek összetartanak, összefognak, a lengyeliek is itt vannak ma. Mivel érkeztek a 11. telenára? Egy német dalcsoporttal jöttünk, 4 dalt fogunk énekelni, és ezzel szeretnénk az itteni fesztivált egy kicsit hangulatosá tenni. Tolnán a németségnek nagy szerepe van, gondolom, hogy jól ismerik már őket. Mit gondol, mi a haszna ezeknek a barátságoknak, ezek összetartó rendezvényeinek? Ezeknek a külön községekben, vagy külön önkormányzatoknak, vagy baráti köröknek az a leglényegesebb funkció, hogy a mi körzetünkben lévő énekeket és az itt Tolnán lévő énekeket megismerjük, közelebb kerülünk egymáshoz, és így ezeket a hagyományokat tudjuk továbbfejleszteni. Erre remek alkalom, Tolnán a Telena. Így van, tehát örülünk, hogy meghívtak, és hát szeretnénk hangulatosá tenni ezt a fesztivált is. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a lányok, asszonyok mindig egy-egy közösség összetartóbb lelkei. Talán a férfiak azok, akik a háttér dolgokat megteremtik. Önök hogyan érzik magukat egy ilyen összejövetelen, egyáltalán mit ad egy németségi, egy kisebbségi találkozó? Együtt vagyunk mindegyik csoporttal, együtt vagyunk, az asszonyok beszélgetnek, úgy, ahogy mondta az előbb. Együtt énekelünk, ismerkedünk egymással. Most már a tolnaiakkal több mint egy éves a kapcsolatunk. Vannak olyan ismerősök, akikkel mindig találkozunk, megkérdezzük, hogy vagytok, mi történt azóta. Tartós barátságok alakulnak ki. Miért fontosak ezek? Hát szerintem a német hagyományok őrzésében nagyon nagy szerepe van, valamint a nyelvnek a megőrzése, hiszen a mi generációnk nem beszélte a nyelvet, most viszont újra feljött megint, beszélik, a gyerekek is kezdik beszélni, tanulják az iskolában, és nem mindegy, hogy az irodalmi németet, vagy pedig az élő német nyelvet beszéljük. Házigazdaként, de nem utolsó sorban szólalnak meg, hát mondhatom, hogy az óvodás, a kissé nagyobbak és a nagyobb tolnamözsi német nemzetiségi táncosok. Sokat hallani az együttesről, az elmúlt évben is már nagyon szép sikereket tudhattatok magatok mögött. Most mi történt, mi zajlik éppen, hát mi történik veletek? Hát a felnőtt tánccsoportról csak annyit tudnék elmondani, hogy ők azért egy kicsit már nem annyira vannak kamera előtt állandóan, mert csökkenő létszámban sok egyetemistával vagyok, tehát kötve vagyok azért a gyerekek szabad idejéhez, de igyekszünk minden fellépést azért elfogadni. Többször voltunk az idei évben a Tolnai Német Klubbal együtt, a partnert együtteseknél, csoportoknál vendégségbe, illetve ott is adtunk műsort. Most voltunk egy hetes, nagyon jól sikerült tánctáborba Orfűn, ami tényleg nagyon jól sikerült, és úgy gondolom, hogy tánctudásba is azért a gyerekeket megint egy kicsit előrébb hozta, és hát ez a következő fellépésünk, illetve egy meghívásunk van a közeljövőbe szeptember 6-án Komlóra, ahol egy 2x20, tehát egy egész hosszú műsort fogunk adni, mözsi, illetve osztrák népviseletbe felváltva. Azt hiszem, hogy a Telena fényét mindenképpen emeli egy ilyen blokk. Sokat ad a nézőknek is, és hát sokat adhat a táncosoknak is, hiszen minden fellépési lehetőség egy-egy plusz. De mégis hogy látja a pedagógus? Mit jelent ez egy gyereknek? Mit jelent a kicsinek, a nagyobbnak az, hogy egy ilyen közösséghez tartozik? Hát szerintem az óvodásoknak nagyon sokat, hiszen ők nagyon szeretnek szerepelni. Akik itt a mi tánccsoportunkban szerepelnek, ezek mind olyan gyerekek, akik szívesen vannak színpadon, szívesen viselik a mözsi viseletet, nagyon jól bírnak benne mozogni, élvezik az egészet, úgy néznek ki, mint egy kis baba. És a felnőtt táncosoknak meg hát már azért, hogy újra otthon, a hazai közönség előtt táncolni, azért szerintem az a legszebb. Amíg világ a világ, Mözsön, Tolnán, Tolna Mözsön fogalmazzak akárhogy, lesz német nemzetiségi tánccsoport? Szeretnénk, mindent megteszünk érte, az utánpótlás csoportot már az iskolai tanítónő Koleszár Orsolya vezeti, tehát már utánpótlás nevelés is folyik a faluban, illetve hát a városban, mert tolnai gyerekek is járnak oda. A német nemzetiségi nappal párhuzamosan zajlik a Telena Fesztivál egy elengedhetetlen mozzanata, ez pedig nem más itt a festői szépségi tolnai Dunaparton, mint a halászlé főző verseny. A főszervező hogyan látja az idén, milyen a felhozatal?
Hát szokásunkhoz híven úgy látom, hogy nagy az érdeklődés, 12 bogrács nevezett be, úgy, ahogy most készen vannak a halak, vagy majdnem készen vannak. Én úgy látom, mind a 12 egy aranyérmes hal lesz, jó halak készülnek, és vannak visszatérők, vannak újak, például Faddiak is jöttek át, és megmutatják, hogy ők mit tudnak. Én bízom benne, hogy nagyon szoros verseny lesz, és minden bográsba jó hal készül. Nagy az érdeklődés. Sokszor beszélgettünk már, és mondta, hogy tapasztalt bizony különlegességeket, és ami nem szokás, másút mégis csinálják. Van-e valami az idén, ami meglepte? Hát, megmondom őszintén, hogy az lepett meg, vagy hát legalábbis ami az eltérő, hogy úgy látom, hogy több lesz a vegyes hal. Tehát nem tiszta ponthalászlé készül. Most igazándiból a többféle halból lehet jó halat készíteni, erre lehet, hogy rájöttek, tehát nem vegyes, vagy nem ponthalászlé lesz, hanem vegyes halak készülnek, és ez mutatja azt, hogy mind a 12-nek jónak kell lenni. Tehát lesz benne kárász, törpeharcsa, láttam benne szürkeharcsát is, úgyhogy rájöttek talán a halfőzők is, hogy nem csak ponyból kell készíteni a jó halászlét, hanem vegyes halból. Ez lesz az idei évben talán az újdonság az egészben. Tanúságokat is hoz tehát a halászlé főző verseny. Az illatok tehát azt mondja, hogy önmagáért beszélnek, bármelyik tálba belekóstolhatunk, nem fogunk csalódni. Hát biztos, hogy nem fognak. Ez a 12 hal, ez biztos, hogy a tolna, vagy most úgy mondom faddiaknak is a remek műve lesz, és azok a családok, akik ide ma kijöttek, azok az igazi zsűri, mindig szoktuk mondani, hogy el fog fogyni a hal, és valóban mindenki olyant készít, ami a társaságnak, a családnak, a baráti körnek a megelégedésére készül. A zsűri az pedig, hát az egy dolog, hogy mi amit mondunk, és ahogy kihozzuk őket, de így, ahogy bográcsokat nézve, mindenhol ma már alapvető gond, probléma nincs a halászlé főzésben. Tehát a jó, a jobb és a még jobb között kell dönteni. Említettük már, hogy a Telena Fesztivál egyik új színfoltja, hogy a hagyományos elszármazottak találkozója ezen pár nap keretében kerül megrendezésre. Itt vagyunk vasárnap reggel, csodálatos idő, mosolygós arcok, egymásba ölelkező emberek, és mindenkiről azt sugárzik, hogy jó itt Tolnán lenni, jó visszajönni. Hát én nagyon bízom benne, hogy ez a találkozó, amely harmadik alkalommal kerül megrendezésre, valóban örömöt jelent azoknak, akik visszajönnek Tolnára, hiszen nagyon nagy részük életük rövidebb, hosszabb idejét, vagy éppen itt született a városban, és hát most azokkal az arcokkal találkozik, akivel iskolába járt, egymás mellett laktak az utcában, vagy talán éppen először neki udvaroltak. Garai Ákos is itt van velünk, ha csak képletesen is, és mondhatjuk azt is, hogy a város gazdagodik is a mai napon. Különleges nap ez, egy emléktábla kerül felavatásra, ami előtt mindenki lerúhatja ezentúl tiszteletét. Miért volt fontos, hogy Garai Ákos is úgymond közén kerüljön? Tolna város ugye bővelkedik festőkben, művészekben, dicsekedhetünk vele, hogy valószínű a környék meghatja, ihleti a művészeket, hiszen nagyon sok festőművész él, dolgozik vagy dolgozott Tolnán. A Garai Ákos valahogy sorban tulajdonképpen a legkorábbi a festőművészek körében, és mégis talán a legkevesebbet tudjuk róla. Annak ellenére, hogy művei Tolna megyében, például a Szekszárdi Múzeumban is megtalálhatók, általában, ha Garai Ákosról kérdezünk, akkor nem sok mindent tudunk róla. Nem csak mi vagyunk ennek adósa, hanem a magyar művészeti élet is, hiszen ha most megpróbálnánk művészeti lexikonba utána keresni, akkor néhány sort találnánk tulajdonképpen az ő tevékenységéről. Viszont amikor a munkásságát most egy kiállítás szervezése kapcsán az ember átnézi, akkor azt látja, hogy nem csak hogy említésre érdemes a munkássága, hanem valahol a magyar naturalista festőművészetnek és grafikának ő egy kiemelkedő alakja. És ezért úgy éreztük, hogy nem csak 50 évvel az utolsó szekszárdi emlékkiállítás után kiállítást szervezünk Tolnán, hanem a mai napot felhasználva emléktáblát avatunk azon az épületen, a Garai kúrián, ahol ő élt és dolgozott Tolnán. Ön Győrből jött, egy rokon, egy leszármazott, akinek fontos volt, hogy itt legyen. Miért? Azért, mert én saját magam is, és a gyerekeim, unokáim számára is nagyon fontosá neveltük azt, hogy az őseket mindig tisztelni és szeretni kell, ha olyanok voltak példaképnek állítani, és ehhez az kell, hogy még én, aki még élek, és
el tudjam mesélni nekik azt, hogy mit találtam itt, hogy majd legközelebb ők is itt legyenek az ilyen kedves családi összejöveteleken. Milyen visszajönni, hazajönni Tolnára? Hát csodálatos emlékek fűznek. Községhez, most már városhoz, a városavatásán is itt voltam, meg kívott vendégként. Itt ebben az utcában éltem én gyerekkoromat. Tulajdonképpen az ötösszámú, Bajcsi Zsirinszkó ötösszámú házban születtem. Édesanyám, édesapám itt dolgozott, édesanyám óvónő volt, nagyon sok tolnai gyereket nevelt, édesapám pedig a külső általános iskolában volt tanító. Úgyhogy sok emlék köt engem ide, és a két testvérem is, akik ugyancsak itt nőtek fel. A legkisebb öcsém még Budapesten van, sajnos most beteg, nem tudott lejönni, de egyébként csodálatos élmény találkozni a régi ismerősökkel. Miért jöttél, miért jó jönni Tolnára? Nagyon jó érzés, mert ennek, hogy a tolnaiak szeretik Tolnát, és ha el is kerülnek, nem tudják elfelejteni azokat a sport, kulturális, oktatási, stb. Élményeket, meg ezt a milliót, ami itt van, ez egy generációról generációra hagyományozó dolog. A Dunapartot nem lehet elfelejteni. Nem lehet elfelejteni a bárkát, nem lehet elfelejteni azt, hogy itt minden pénteken, minden keresztelőkor, minden karácsonykor itt halat esznek az emberek. A bogyiszlai paprika ízét nem lehet elfelejteni. Azt a nosztalgikus fájdalmat, hogy valamikor itt folyt a Duna, és a Széchenyék ideibe elterelték, ennek ellenére a Széchenyi szobrot én avattam az iskola kertjébe. Szóval ezek olyan dolgok, amik nekem, mint színésznek, és ha szabad ilyen fellengzős kifejezést használni művésznek, nagyon fontos az, hogy honnan jöttem. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep a Telena Fesztivál kimagasló programja. A hagyományoknak megfelelve a Tolnai Nyugdíjas Szabadidő Klub arató felvonulással tisztelek Szent István és az Új Kenyér napján. A résztvevők a Művelődési Központ udvarán gyülekeztek, majd a menet a templomba tartott, ahol megtörtént a kenyérszentelés. Ezt követően a felvonulók a Városközpont utcáin keresztül táncos pihenők után a Dunaparti vízi színpadra vonultak, ahol Halmai Gáborné országgyűlési képviselő ünnepi beszédét követően megtörtént a kenyérszegés. Új kenyér nélkül a közönség sem maradt, a lányok asszonyok jóvoltából bárki jól lakhatott belőle. Üzenetet hozott ide Tolnára a vendégeknek, mivel érkezett? Így van, azt a csodálatos ünnepet méltattam, ami ma azt hiszem mindenkinek, minden korosztálynak, az embereknek, a politikusoknak, mindenkinek a számára hordoz üzenetet. Együtt ünnepelni az új kenyeret, a megújhodás, az évről évre szóló kitartás és annak gyümölcsét, és együtt ünnepelni államalapító Szent István királyunk ünnepét valóban hordoz közös üzenetet. A sok-sok búzaszem, amelyet évről évre el kell ültetni, meg kell érlelni, aztán sok munkával abból lisztet őrölni, és a forró kemence mellett azt kenyérré varázsolni, egy hosszú folyamat, és kell benne a kovász, amiről ritkán beszélünk. Az a kovász, amely én azt hiszem nagyon fontos szerep volt István számára is, hiszen ő is elindult őseivel, elindult édesapja útján és annak örökén, és felkészítve erre a feladatra, hiszen tanulta a nyelveket, tanulta a harci tudományokat, és felesége Gizella révén a kereszténységben is, immár Vajk után Istvánként megújhodva képviselte azt, hogy egyesíteni kell a nemzetet, ki kell alakítani Európa közepén egy biztos pontot a magyarok, a magyar nemzet számára. Tette ezt úgy, hogy nem tudhatta, hogy ez a jó döntés. Tette ezt úgy, hogy voltak, akik nem akarták, és mégis, bár az egységet nem tudta megteremteni, de az összefogást igen. És én azt hiszem, hogy ez az az üzenet, az összefogás üzenete, a jó célokért való munkálkodás üzenete, és mellette, ami ehhez szükséges, a bátorság és a hit, ezek azok a hívószavak, amelyek üzenetei az augusztus 20-i ünnepségnek. Mit gondol arról az összefogásról, ami a tolnaiakat a Telenán keresztül, ezen a fesztiválon keresztül jellemzi? Ez már személyes élmény. Évről évre, amikor kijövök, egyre több a felvonuló, egyre gazdagabb programot kínálnak a civil szervezetek.
és teszik ezt nem meghívásra, hanem maguktól, mert az arató felvonulás és az azt követő bál, itt egy régi emlék, tehát a tolnaiak szeretik ezt az ünnepet üzenetével és azzal az összefogással, ami itt ma délután és a mai estén is megnyilvánul. Hogy sikerült idén a kenyér? Hát köszönjük szépen, mint tetszik látni, nagyon jól. Ez már csak a nagy kenyérnek a harmada, mert olyan nagy keletje van a szentelt kenyérnek. Önök bizonyára emlékeznek még azokra az időkre, amikor, mondhatom, nem ilyen szervezett, hanem spontán, tényleg a valódi, az igazi munka után voltak ilyen arató ünnepségek, fesztiválok. Milyen volt az? Milyen volt akkor a hangulat? Hát a hangulata hasonló volt, csak hát egy talán színesebb, mert mindenki népviseletben volt, és a kornak hű ruhába, mert az volt a természetes. Önök egyébként milyen népviseletben vannak most? Mözsi népviselet. Tolna mellett, Tolnának egy városrésze vagyunk, és ez a mözsi néphagyomány. Népviselet. Milyen viselni ezt a ruhát? Hát most fölemelő érzés, nagyon jó benne lenni, egy kicsit meleg van. Különben nagyon nagy boldogsággal, büszkeséggel viseljük. Hogy érzik magukat? Nagyon jól, minden évben, 90 óta minden évben vonulunk, ezt a Nyugdíj a Szabadidő Klub rendezi. Mondjak egy kicsit, hogy az aratással kapcsolatosan? Hát, hogyha beavat minket néhány titokba, hogy volt régen, hogy van ma, hogyan emlékeznek? Hát régen bandákat alakítottak, és a bandákba a férfiak kaszálták a gabonát, az asszonyok pedig szedték a markot. Akkor volt egy kötélterítő, összekötötték a gabonát, utána csináltak tízeseket, majd asztagokat, és úgy ment a cséplőgép. Ezt nevezték aratásnak. Nehéz munka volt. Nehéz munka volt. Reggel 3-kor átkezdték este 10-ig. Azelőtt, mikor a nagy uraság volt, akkor voltak az aratók, és felvonulás volt, és akkor hát ilyenekbe öltöztek. Ez volt a hagyományos népviselet. Na de ezek már nem azok a ruhák. Ki csinálja ezeket a ruhákat? Ezeket már mi csináltuk. Én azért tudom csinálni, mert az én anyukám is még ebbe a csoportba tartozott, ahol még ilyen uraság volt, és ott volt ez a felvonulás. A koszorút meg mindent, hát ezt én tudom. De látom, vannak itt fiatalabbak is, akik szívesen viselik. Miért jó ebben a ruhában? Hát, mert olyan szép. Tetszik ez a mai fiatalságnak? Igen. Neked mi tetszik benne a legjobban? Hát, hogy úgy csillog. Polgármester úr, a Telen a fesztivál mindig egyik, mondhatom, csúcspontja az augusztus 20-ai ünnepség sorozat, és hát az idei év úgy hozta, hogy egyben ezzel a nappal zárul is a Telena. Milyen érzésekkel jött, hiszen egyrészt ünnepelünk, illetve egyrészt búcsúzunk is a 2003-as 11. fesztiváltól. Hát természetesen boldogan, részben azért, mert ugye nemzeti ünnepünket tartjuk ma, másrészt pedig azért, mert a Telena Fesztivál utolsó napja van ma, és én úgy tudom, hogy nagyon jól érezték magukat az emberek, és sikeresnek tekinthető a 11. Telena Fesztivál is. Mi az, amit kiemelne, mi az, ami mondhatni úgy bejött az idén? Én azt hiszem, hogy nagyon nagy sikere volt tulajdonképpen a 15-ei, tehát a megnyitó napot követő kulturális műsornak, és én azt hiszem, hogy egy nagyon jó hangulatú elszármazottak találkozóját rendeztük, ahol ők maguk nyilatkoztak úgy, hogy jövőre ismételten itt leszünk. Érdekes volt számomra, hogy a programok során is egyre több helyről látszott az a visszajelzés, hogy nem csak Tolnáról, a környező településekről már bekapcsolódnak a programokba. Minek köszönhető ez? Talán elképzelhető az is, hogy egyszer túllépi Tolna határait ez a fesztivál? Hát én gondolom, hogy erre nem kell törekednünk, hogy Tolna határait túllépje a fesztivál, már abban az értelemben, hogy ez itt Tolnán legyen egy tolnai kulturális fesztivál, abban viszont nagyon bízom, hogy a megjelentek, a kulturális műsorokban fellépők, az ide látogató vendégeinkben nem csak Európa, hanem esetleg a világ határait is majd valamikor megcélozhatjuk. A jövőre nézve hogyan gondol a 12. Telena fesztiválra? Szabad egyáltalán ilyenkor ilyet kérdezni? Én azt hiszem, hogy ilyenkor egy rövid pihenő után értékelni kell a 11. Telena fesztivál eseményeit, műsorszámát, az iránta megnyilvánuló érdeklődést, és jó időben el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy hogyan, milyen módon lehet még színvonalasabbá, még kedveltebbé tenni a 12. Telena fesztivált,
amihez azt hiszem, hogy az elmúlt 11 fesztiválból merített példákkal jó esélyünk van, hogy a 12. is jó fog sikerülni.